Bea, gyere ma! Jött a rendőrségről levél. Figyelj ide, ha a fent időben nem jelenik meg és távol marad, az, ha előzetes okokból nem fogod, akkor kijönnek érted és bevisztek, én is megyek, mert én is akarok lenni tanú. Malak Moci. Hivatalos helységében szabadsértése. Hát, igen, mi volt az a sérülésedből? Tanúként hallgatnak meg. Ajaj. 7000 forint elővezetési költség, ha nem jelenik meg. Na, igen. Kellett nekünk ez a dolog is. Hát Dányalmot is beidézték, Totyikat is beidézték, nem csak téged. Megfenyegetnek, rangtörnek. Egyszerűen nem értem az embereket. Mikor megjött a levél a rendőrségről, egyrészt örültem is neki, hogy na végre beidéztek, na végre most már rendet tudunk tenni. Garazdaság, szabálysértés, elkövetése miatt. De nem mi követtük el, bocsi. Hát tudom, hogy nem mi követtük el. Hanem ellenünk, amik történtek a múltban, ugye? A közelmúltban. Hogy ne, ilyenkor nem fáj a motor nekik. Ilyenkor a motor nem fáj nekik, hogy mondom, az ember a rokonait nem tudja, mint válogatni. Ilyenkor nem fáj a motor egyiknek sem. Ja, ilyenkor egynek sem. Jó van ma, hát most mit csinál? El kell venni, az kész. Na, ennyi. De én adok nekik. Hagyjam! Én adok nekik, mindent adok nekik. Fejezd be! Feljelentést tettünk a rendőrségen, így jött a tanúkénti beidézés ugye a rendőrségre, és hát azért csak reménykedik az ember, hogy azért az igazság győzni fog, és hogy ki fogja nyomozni. Mert a motor kell, rossz lesz. Hajra kell menni? No most gyerünk ma, mert a balatoni lehet, hogy rosszul lesz. No, gyerünk. Jó van, gyerünk. Gyerünk, no, de amit ezek kapnak tőlem, az az övék. Ne vegyél pulóvert, jó idő ilyenkor van. Ilyenkor nem fáj a motor, ne félj semmi. Mondom, ilyenkor ne vegyél pulóvert, mert jó idő van. Ilyenkor nem fáj a motor, no gyerünk, no. Na. Ne zárd be, Szilvi, takari, mit zárod be? Ha nehogy bejöjjön ma valaki, azért. Na, hát akkor meg. Na. Na, az a baj, hogy még ezt kinyomozza a karácsony. Idő. Mi lesz, kinyomozza a kidő. Nekünk már most is késő lenne. Hát késő. Most is késő látod, lenne. Látod, valamit ki kell találni, mert segít a rendőrség, az nem gond, de késő. Hát sok munkájuk van. Hát karácsonyig még ezt tehát kiderül, nem hogy ki a... Nem karácsonyig, nyar vége. Nyar vége, nyar hogy ki a tettes. Ennek, hát látod. Ennek én nem lesz valamit vége. Valamit ki kell találni, és most jár az agyam, azon gondolkodok, hogy fogadni kéne magánnyomozót. Magánnyomozó. De az annyiba kerül, hogy a szívünkre jön. Olyan szinten nagy összeget kéne kifizetnünk, hogy és időben sem biztos, hogy pont olyan hatékony lenne, mert addigra lehet, hogy pont a rendőrség is kinyomozza. Ez így nem mehet tovább. Így rettegésben nem élünk. Én nem élek rettegésben. Van nekem elég bajom, a szívem is faj, pánikbeteg vagyok. Én rettegésben nem élek. Azt az alkoholra, amit nem akarok rászokni, az, hogy ne rettegjek. Majd én rászokok helyetted. Álljon ma, amíg aminet mondom, szegény rendőrnek de figyelj, hogyha azt mondod, hogy akarsz még plusz magánnyomozót szerezni, az mondjuk nem illegális, hogy kinyomozza, hogy mi, hogy merve. Miért lenne illegális? Hát mondjad ma, ha én... Az egy jó dolog. Ha nem lenne illegális? Felhívod, felcsörgeted, de egybe azt fogod tőle megkérdezni. Mennyi az óradíja? Hát anyukam rá mehet az egész, hát a fűtésszámlának, a villanyszámlának rá mehet az arra nyomozóra. De mondjuk vannak ilyen ráérős emberek a körzetedben. Ki? No ki? Hát például az öcsét. Jó, az öcsém bűtök magannyomozás. Hát például Zoli. Ó, hát no, például mindegyik Emiled, a legújabb barátod. Mindegyik értelmiség, mindnek még van a magannyom. Nem, és hogyha ők összefognának, akkor így például egyik lenne reggel, a másik lenne délben, a harmadik meg este. Papalék hívogatnak, na veszem fölé, papalék hívogatnak. Ilyen három műszakban. Reggel, délben, este, pont harman vannak. Bea, mi hogy állunk a dolgokkal? Hát majd arra gondoltunk Győzővel, hogy esetleg nem vállalna olyan dolgot el, hogy most pont maga a nyomozó kéne, hogy legyél. Annyi minden voltam, ma most egyel több vagy kevesebb. Nekem úgyis minden. Úgyis esztétikus vagy, csinos gyerek vagy, értesz mindenhöz. Rejtőzködni nagyon hát tud. Kell ügyvédet játszol, kell orvos, te mindenben jó vagy. Tanulta a szüleitől. Arra gondoltunk, hogy te legyél maga a nyomozó. Hát én nekem a gyakorlatom megvan, mert kint a telepen is az embereim között vannak kémek. Valaki el kell adni bárányokat, birkákat, oda kell figyelni. Az egyik ember bárulja a másikot. Én nagyon szeretem ezt egyébként leszervezni. Akkor kémből hány fő kell? Kémből kell három kéne. Mennyi nő, mennyi férfi? Hát három nő kéne. Ilyen miniszoknyában, még minden a bár, én tudok is erre hármat. Na, mondjad őket.
Na. Nem, ez így nem. Mint, most minek szólsz be? Ez, amit itt összehozott. Hát megyerben. Jó, most Emil marad-e, Pasztyán? Hogy ne maradná? Hát te Emil... Ővé téged végig? Hát Emil, én nem... Összetévesztett, engem lenyomott a földre. De jó tettem. A hajamot ki akarta szaggatni, majdnem hajnékű voltam. Nem, most nem azt akarom mondani, hogy Emilnek kicsit romlott a látása, egy személyzeti vizsgálat nem most adta. Most tőnek egészségügyi papírja van? Van, csináltattam. Nem, meg. Mert az arcával is kezdeni kell valamit. Mit kell az arcával? Mert valami nem stimmel. Hát szálljál le, gyerekről! Szálljál le, nekem Emirről! Hát Isten menj, hogy Győzőnek ehhez a nyomozáshoz valami köze legyen. Mert Győzi elkezd ordítani. Mindenki el fog menni. Emil is abba hagyja az egészet, akkor végünk van. Ha Emil elmegy a csapatból, mert ő neki megvan a jogosítványa. Ő ki van képezve erre. Emil bemegy oda hátra, ott lesznek neki a kamerái, ő onnan. Reggel, mikor a lányok felkelnek, bemegy a pékségbe, hoz zsemléket, megcsinálja a reggelit. Egy jó testőr reggelit rántottal megcsinál. Nehogy ma, a végén majd mi velem alszik? Egy jó testőr? Hát de nem veled, de amikor te fürdesz a fürdőszobába, kint fog vigyázni rád. Minek? Hát hogy nehogy valaki megtámadjon a fürdőbe. Hogy menj, hogy be a fürdik, Emil ott lesz velünk? Amíg ne lehetne. Vagy a kúcslukon néz téged? Nem a győződő, nem a de kérlek. Miért most elmenni a strandra, Bea? Hát ott nem nézhetik? Más ember is. Hát ott nem az emberi. Vagyunk. Emil a főtestőr. Nem. Hogyha én fürdök, Emil, bent veszelem a fürdőbe? Bent győzni, ez komoly. Na gyere, mutatok pár dolgot, gyere állja a mellé. No. Zavaros szemű lacika. Na vagy mind a bácsika. No, nincs a semmi baj. Na nincs, csak mi fejtús kéne egy paprika. Hogy védjed magad így? Na hogy? No. Na, most megyek hátul, jó, de büdös vagy, mondja. Fiói, hát tiszta büdös vagy. Hát tiszta, a birkaszak keveredik az ételszaggal. Most ételszaggal. A nyakad is. A birka, akkor ki kell menni, ennem kell. Hát de legyen ma két külön ruhát, hogy az itthon, az itt. Hát akkor megvetem az egész pesti ruhákot. Na gyere, akkor ruhát. Megyek így az úton és étálok. Meg akarnak okay, támadni, mit tenni? Rátámad valaki! Érted? Rátámad! Beakadt a gerincem, te hülye balf***! Rátámad valaki, akkor nem a gerincel van gond. Rátámad valaki. Most mi vagy veled? A lábad beteszi ide a nyakad közé, így, érted? Akkor te mit csinálsz? Emilnek nem tudsz szólni. Valamit kiütés ki kell tenned. Mi van győző? Te tiszta hülye vagy! Bea, gyere majd egy kicsit! Neki nincsenek határok. Ő az embert imádja csonkítani. Úgy rám ugrott, hogy egyszerűen összecsuklottam. Tudja azt, hogy gerincbeteg vagyok. Tudja azt, hogy háromszor voltam nyugdíjaztatni magamot. Azt rám ugrott. Bea, kúpot te szoktad bátni vagy ő magának? Ő magának, hogy beteszed a kúpot, a gerinces kúpot. Csak... Kik itt vartok? Mi a bajom? Kik jönnek? Biztos, hogy Emil az. Hát Emilnek... Igen? Kopog. Gyere, Emilem! Hello, hello, sziasztok! Tudtam! Sziasztok! Tudtam, hogy mi van, Győző? Mi van? Megsérült Győzi. Hoztam neked megint egy kis szuvenírt, látod? Ez van. Eltűnök egy pár másodpercre, pár... Ha mit? Amúgy meg mi van vele? Rámugrott ez a majom, az most egy igen, figyelj ide ma, nekem ez sok, megmondom, én Zolival találkoztam, összebeszéltünk, elmondtam neki a sztorit, hogy mi a helyzet. Hát megérkezett Zolika és Emil, és nála volt a csirkeláb, ez egy komoly üzenet volt. Ezzel nagyon oda kell figyelni, és körülményesen nyomozni kell. Ez nem úgy van, hogy csak győzők ki abba, csirkelábat nem küldenek csak úgy maguktól. Ez kajak fenyegető, ha így izé, szagra megyek, tudod, szagra. Szagra megyek. Még, szagra megyek. A másik egy csirkétű származik? Szagol ma, még. De egy csirkétű származik? Ez nem, ez rétisas. Ó, ez még parlagi. Ez még pálva. Pálva, fuha. Mindegy, komolyra fordítva a szót. Ez már így nem fog menni tovább. De Emil, várjam, már rám ugrott ez a májom, mert beállt a gyerünk. De Emil, miért ugrassz rá? De miért ugrassz rá, amikor én vagyok, fogadjunk meg, én kiszaggatom a hajadot. Na. Fiú, f***tek ide! Az egészet én vezélem le. Na jó, de a kocsit legelőször, Zsolti. A kocsit be fogjuk vizsgáltatni, az bacsió. Zoli, nem, megálltunk. Az egészet én vezélem, nekem adtok jelentést. Üljetek malosztatok, üljetek malosztatok. Üljetek ide, Emil, vigyázz rád. Na, én mindenképp mellélek, mert majd ne, én is Emil, nem ő rá vigyázz az egész családra. A győzik a családja. Egyet tisztázunk, Zoli. Nekem adtok jelentést, és én adom a parancsot. Ki adja a parancsot? Zsolti. Ennyi. Én fogom vezényelni, hogy a csapat egyben maradjon, mert Zolika is nagyon szétszórt, Emil mindjárt ugrik, bármi történik, ma ugrik. Úgyhogy ezt egy kézbe kell, hogy tartjam. Úgyhogy ma éjszaka én ott fogok aludni, győzégni. Viszem a dunnyámat, és akkor ott megszólalmazok magamnak nyugodtan lassan. Akkor most ott tartunk, hogy... Adj ide azt a tréci! Akkor most ott tartunk, hogy a Zoli a győzi, igaz? Figyelj, akkor hagyd, mondjam el normálisan. Hát ezt tanultam. Igen, hol? Azt mondják, hogy desszantos voltál, igaz? Az is voltam, desszantos is. Hát ez honnan? 4 éve? Desszantiával? 17 éve. Kint elzavartam.
Na, akkor most ő a győzi, igaz? Igen, igen. Akkor azt kell megmutatnom, hogy ha ráugrana annak, akkor hogy? Én őt ellököm, győzi, hagy ugorjonak rá. Úgy jó lesz. És akkor te gyere, de te eleve így, évok a győzi. Nem, te vagy a győzi. De eleve így csinálsz, hogy senki ne tudjon a győzi hozzájönni. Igen. Tartóztatom. Azt mondjuk, hogy győzőre rá akarna foglalni, csak ennyit csinálj, igen. Uh-huh. Azt már kész, ma... Ennyi. Ez a hármas, a Zoli, Zsolt, Emil trió, nem biztos, hogy annyira magasnak érzi ezt a lécet, mint amilyen magas. De így kéne vigyázni, a szerencsétlen, már azt tudom mondani, csak szerencsétleneknek küldenek csirkelábat, legközelebb az ujját küldik el. Nem, hogyha szerencsésebb lenne, a combot küldtek volna. Vagy mellett, nem? Csirke mellett. Na. Jaj, hey, piszkedek, mor, ez ragályos. Hallod? Olyan hólyagok jönnek rá. Amúgy mellettenek a csirkének, hogy arra megy a ragály, te bearra. Dobba a bekukat. Mert aki hozzányú, arra megy az átok. Most akkor mi fog velem? Vitt ki, jössenek kukába, vitt ki, nincs helyén! Lehet, hogy a lábad... Vissza kell tenni a átkot, hadd sorba jön el! Az oda kell adni, baszkolla annak, meg hanittalnak. Ez? Igen. Mi? Ők le tudják venni az átkot? Azt már legközelebb tik, majd nem. Én nekem mindig így kettik, nem vattok amúgy normálisak. Egyben testvérek vattok. Tudják, hogy testvérek? Na, még nem elég a bajom, avval foglalkozni, hogy csirkel a... Igaza van, Miki. Ide gondolok, hogy a parancsokot fogadja, még külön köztetek is rendet tenni, hát ne hülyéskedjél ma. Vagy felemeled a gázsimat, vagy itt hagylak a franc.